239 Bácskosútfalvi áldozatemlékét őrzi az alkotás. Az első világháborúban több mint 300 helyi vesztette életét, hangsúlyozta Sefer Attila tanácselnök. A katonák, akiknek az emlékművénél állunk, a legtöbbet adták, amit egy ember adhat, az életüket áldozták hazájukért, az otthonukért, a családjukért. Hajnal Jenő a közös építkezés fontosságára hívta fel a figyelmet. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke azt mondta, a közös építkezés, a közösen elfogadott jelképek, a nemzetépítés részei. Ennek a pillanatnak is az egyik legnagyobb tanulsága az, hogy egyéni és közösségi identitás nem létezik emlékezet nélkül, és hogy milyen nagy szükségünk van meghatározó történelmi eseményekre, közösen elfogadott jelképekre. Aki nem tiszteli a múltját, annak nincs jövője, nyilatkozta Pásztor István. A VMS elnöke szerint a vajdasági magyar közösségnek van jövője. A most felújított emlékmű is erről tanúskodik. Tiszteli a múltnak az emlékét, fölújítja, megőrzi, összefogás eredményeképpen újra a fölnövekvő nemzedék elé tárja a múlt emlékeit, a múltra megemlékező hasonló emlékműveket. A bácskosútfalvi katonák emlékművét az anyaország támogatásával újították fel. A Magyarország és Szerbia közötti megbékélés lehetővé teszi, hogy a vajdaságban található első világháborús emlékművek megújuljanak, az utókor méltó módon emlékezhessen, hangzott el Potápi Árpád János ünnepi beszédében. Méltó módon és méltón tudjunk megemlékezni a nemzeti történelmünkre, mert ez a méltó való megemlékezés járul hozzá ahhoz, hogy a közös történelmünknek és a vitás kérdéseit meg tudjuk vitatni, és a történelmi megbékélés útján előre tudjunk haladni. A legnagyobb első világháborús délvidéki emlékmű Macon Frigyes budapesti szobrászművész tervei alapján épült 1942-ben és 43-ban. A szobrot Bálint Lajos bácskosútfalvi kőműves építette, a katonákat és a háborúba induló fiútól búcsúzó rokonokat ábrázoló domborműveket Juhász Gyula és Somorjai Antal budapesti művészek készítették.